Így néz ki a koronavírus elleni védettségi igazolvány, amit hamarosan a postás hoz majd azoknak, akik vagy átestek a betegségen, vagy megkapták a fertőzés elleni oltást. Azok kapnak védettségi igazolványt, akik Magyarországon egyébként az uniós szabályoknak megfelelően a magyar hatóságok vagy uniós hatóságok által engedélyezett oltást kaptak. Az első oltás után már mindenki megkapja a vakcina igazolványt. Az ingyenes igazolvány kiállítását külön nem kell kérni. Igényelnie és fizetnie érte csak annak kell, aki antitestvizsgálat alapján szeretne ehhez hozzájutni. Azt még nem tudni, hogy az igazolvánnyal milyen kivételek járnak majd. A Tolna megyeiek közül többen azt mondták, helyeslik a védettségi igazolvány bevezetését. Az a véleményem, hogy ez egy jó ötlet. Miért? Mert legalább akkor tudja az ember igazolni magát, ha valahova megy, beengedik vagy nem engedik, itt a papíron megkaptam és védve vagyok. Két héttel ezelőtt kapta meg a koronavírus elleni védőoltást a 79 éves Bodoki Józsefné. Azt mondja, alig várja, hogy beadják neki a második vakcinát is, és megérkezzen az igazolvány. Az Egyesült Államokba készül. Nekem jó, igen. Én is szeretnék külföldre menni, igen. Többen azt mondták, hogy az átoltottság minél gyorsabb eléréséhez és ezáltal az élet újraindulásához elengedhetetlen a vakcina igazolvány. Helyes lem, mert így többen mennek vakcinázni. Helyes lem, hogy kötni valamihez, hogy tényleg menjenek, hogy ne kapjunk fertőzést a másiktól. A védettségi igazolvány érvényessége oltás esetén korlátlan. Az igazolt felgyógyulást követően 6 hónap, korábbi pozitív teszt hiányában pedig az ellenanyagvizsgálatot követő 4 hónap.